Sok szeretettel köszöntöm a sajtó megjelent munkatársait mai sajtótájékoztatómon, melynek címe: Ukrajna még nem is Európa Uniós tagállam, de már megkezdte a gazdaságunkat. Ha nem volt elég az, hogy gyakorlatilag a mezőgazdaságunkat félig tönkretette az Ukrajnából érkező számolatlan és mérhetetlen mennyiségű mezőgazdasági alapanyag, akkor most láthatjuk, hogy a kamionosok is tüntetni kezdtek, már nem csak Magyarországon, hanem ugye előzményként Szlovákiába és Lengyelországba is tüntetésekbe kezdtek a kamionosok, hiszen egész egyszerűen az ukrajnai kamionosok megpróbáltak maguknak piacot keresni, és hát, mint tudjuk, nekik nem kell betartani az Európai Uniós jogszabályokat és követelményeket, előírásokat. Ez azt eredményezte, hogy gyakorlatilag a náluk olcsó üzemanyagon, az olcsó munkaerőn és ezeknek a szabályoknak a be nem tartásával egész egyszerűen megháromszorozták ezekbe az európai országokba, Lengyelországba, Szlovákiába és Magyarországon az árufuvarozásukat. Ez azt jelenti, és azt mondja maga után, hogy a hazai és lengyel és szlovák teherfuvarozók pedig visszaestek a saját piacukon, ami értelemszerűen nagyon nem kedvező folyamat, és gondoljunk bele, hogy ha ez minden gazdasági szegmensbe végbe fog menni, akkor gyakorlatilag teljesen tönkre fog minket tenni, hiszen látható az is, hogy felgyorsultak Európa Unióban az olyan hangok, miszerint Ukrajnát minél előbb szeretnék uniós tagállamnak csatlakoztatni. Mi azt gondoljuk, a Mi Hazánk mozgalom azt gondolja, hogy mi pedig nem szeretnénk, hogyha Ukrajna valaha is csatlakozna az Európa Unióhoz, nem csak azért, mert a gazdaságunkra borzasztó veszélyes, hanem egész egyszerűen azért, mert azokat az európai alapértékeket, azokat nem gyakorolja Ukrajna, amivel rendelkeznie kéne, és azt gondolom, hogy mind a mezőgazdaságunkra gyakorolt káros hatása, mind pedig a áruforrozásra gyakorolt káros hatása, az most jól megmutatja azt, hogy milyen problémákkal állnánk szembe akkor, hogyha Ukrajna Európa Uniós tagállammá válna.